Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek! Ma a Pál apostol római levele 3. részének 22. versétől szól hozzánk Isten igéje. Isten pedig az ő igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztus Jézus való hit által minden embernek, mert nincsen különbség, mindenki vétkezett, és híjával van Isten dicsőségének. Isten igazítja meg Jézus Krisztus által kegyelméből, mert őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy az ő igazságát megmutassa. Mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Vasárnap hallottunk az igaz hitről, és annak az ellenkezőjéről, az üres hitről. Az üres hit olyan, hogy nem érek vele semmit. Nem mehetek be vele a mennybe. Nem elég az üdvösséghez. Van, aki az üres hitben, saját érdemeiben, vallásos szertartásokban bízik, azt gondolva, elég, ha eleget teszek valami egyházi előírásnak. Pál apostol azt mondja a római levélben, hogy nem elég, mert van üdvözítő hit. Ábrahámot azért nevezzük a hívők atyának, mert neki ilyen hite volt. Akik úgy hisznek, mint Ábrahám, azokat nevezi a Szentírás Ábrahám gyermekeinek, utódainak, leszármazottainak. Nem azok Ábrahám gyermekei, akik test szerint származnak Ábrahámtól, akik a törvényt ismerik, hanem azok, akik Ábrahám hitéből valók, akik ugyanúgy hisznek, mint Ábrahám. Az előző részben Pál apostol leírja, hogy hogyan hitt Ábrahám. Úgy, hogy teljesen bízott abban, nem volt kétsége afelől, hogy Isten, amit ígért, azt meg is tudja, és meg is fogja tenni. Vajon jellemző-e ránk nézve is az, hogy így hiszünk? Miért olyan fontos ez? Azért, mert a Szentírás összekapcsolja a hitet az üdvösséggel. Ami hitünk irányultsága, az üdvösség, hogy egyedül Jézus Krisztus kereszthalálába és feltámadásába vetett hit által nyerhetünk el. Valljuk az énekíró szavaival, csak Jézus az, aki segíthet, üdvöt nem ad más, csak is ő. Itt áll és türelmesen vár még, mit késel, nincs már sok idő. Ó, bízd magad a kegyelemre, mely gazdagon árad feléd, váltságát tedd a magadévá, hidd, az számodra is elég. Amen.